Emlékeztek rá, amikor megbírságolták az Attilát 120 vagy nem tudom mennyi forintot. Jól tudod, jól, úgy látszik. Igen, menjek el arra. A lényeg az, hogy akkor elhatároztuk, határidő volt, hogy az 1 forintos meg a 2 forintos kiveszik a forgalomból, és addig összeszedjük, és most te tudod, hogy hány kiló, mert én nem, még tudjuk, és sokat tudjuk, hogy hány kiló lett összesen az országban itt. Hát tudod, most megfogtál. Nem, ugye, valamelyik kongresszuson ott be is jelentettük. Hát nagyon sok ilyen dunsztus üvegekbe gyűjtött össze. Több váza, 1 forintos, 2 forintos volt, és abban akartak kifizetni, amennyiben végrehajták a befizetést. Igen. Ez volt a lényeg. Aztán befizettem a pártkasszába, de végre lesz, hogy igen, csak úgy megsugom. Persze, azért mondom, hogy abban az időben az egész ország megmozdult, és hát a platanolót is rángatták rendesen, még tavaly is volt egy között. Zsolti, akkor tényleg az, hogy úgy gondolod, egy pár kis percet. Jó. Na, szeretettel köszöntök mindenkit. Attila mindent elmondott, ami a könyv születésével kapcsolatos. Egy kicsit más oldalról közelíteném meg a dolgokat. Hát én már hosszú-hosszú évek óta én magammal íróköltőnek apostrofáltam magam. Aztán a Csillagharcos belecsöppent az életembe, vagy belecsöppentünk egymás életébe. És pont ma találkoztunk egy sajtótájékoztatón egy olyan kérdésre, hogy hogyan jött az ötlet. Nem volt ötlet, tehát. Mi csak találkoztunk, beszélgettünk, és egyszer csak jött. Mint a meteor, mint a csillag, ahogy zuhannak. Nem gondolkodtam rajta, mert úgy gondoltam, hogy ez egy jó felmérő lesz nekem, hogyha ezt a könyvet meg tudom írni, ha jól meg tudom írni, akkor jól apostrofáltam a személyiségemet, ha nem, akkor nem. Hát megírtam, majd az olvasók eldöntik, hogy jó lett-e a könyv, vagy nem lett jó a könyv. Amit a könyv születésével kapcsolatban elmondok, hát vannak érvényeim. Tényleg volt az összes beszélgetés. Nagyon sok támadást kaptam egyébként időközben, baloldalról, hogy miért írom én ezt a könyvet. Ugye, aki eddig nem ismerte a nevemet, hogyha híradót néz, akkor egy hete már találkozott velem. Most ha ki kell, hogy mondjam a hivatalos verziót, jó? Tehát nem készülök merényletre a miniszterelnök ellen. A hivatalos verziót mondom, nem én írtam azt a két mondatot. De találkozom utolsó fél év magammal, tegnap a Interspárba fizettem a pénztár kasszánál, és az egyik kasszás hát, aki bárt a másiknak, hogy hát bármi megtörténhet, Orbán Viktort is megfejette a nyári zsoltót, hétre, hogy megöli. És akkor megfordultam, hogy nyomtatkoztam, tényleg csodva, én voltam. Én vagyok. Úgy van. Na mindegy, egyébként nagyon jó reklámot csinált nekem a Jópoldán, ezt tényleg kiszámolta, ez egy olyan 10-15 millió forint lett volna, hogyha egy ilyen reklámkampányt én indítok, ezt ott megkaptam ingyen. Hál' Isten ennek a fideszes lejáratósdinak. Ezt muszáj volt, hogy kimondjam, mert ezt elmondom mindenkor. Nos, hát igen. Látjátok, hogy látják, van rajtam egy vörös csillag. Nos, hát ez nem nagy zolásból vagy nagy képviségből van rajta, amióta a könyvet írom, azóta mindig viselem, illetve az első könyv bemutató óta minden nap. Hát így mentem dolgozni, így mentem. Ja, munkahelyről is kirúgtak egyébként a merélet miatt. Tehát vörös csillaggal járok kelek, mint egy igazi csillagharcos. Büszke vagyok rá. Tehát meg kell mondjam őszintén, hogy megvilágosodtam a könyvírása közben, ezt már egyszer említettem. Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy ha valaki kommunista, akkor azért nem gulágokról beszél, meg nem diktatúrát akar, hanem szocialista demokráciát, vagy demokratikus szocializmus. Nem mindegy, hogy melyik az alany, meg az állítmány. És ha nagyon sokan összekedünk a sztálinizmussal, kommunizmussal. Magyarországon nem volt kommunizmus, sőt, sehol a világon nem volt még kommunizmus. Sőt, sehol, így van. Viszont a vörös csillag számomra, meg szerintem nagyon sokak számára a szolidaritást, a munkásmozgalmat jelképezi, és ezért van rajtam. Most az, hogy szörnyeteket követtek el, vagy szörnyűséget követtek el a vörös csillag égisze alapszalról, nem a Bajnai Attila tehet, nem a szocialisták, vagy a kommunisták tehetnek, hanem az az ember, aki ezeket elkövette, vagy akinek a nevében ezeket elkövették. Úgyhogy én most így a zászlóra tűztem ilyen magányos harcosként, mert nem vagyok tagja a zöld baloldalnak, meg a Munkáspárt 2006-ban sem. Gyanítom, hogy nem is leszek egyébként.
Tehát én magányos harcosként én feltűztem az ászlóra, hogy lemosom ezt a csillagot, megtisztítjuk, amennyire lehet, ezt én propagálom megfelelő módon az interneten, kisebb-nagyobb sikerekkel, kisebb-nagyobb anyázásukkal. Most ezt meg kell, bocsássanak, le kell vennem az akumat, jó? Senkit ne érjeztem meg, mert a tetoválásom nem börtön tölteníteni kellene. Már egy hete hazásznak rá ugyanis. Na, érzem most a munkáspártnak és az ő oldalon, de ezt a harcot én ezt meg fogom vinni. Eleve szeretem a reménytelen harcokat, és hősies küzdelembe szépen esni. Nem, hát milyen dolog úgy küzdeni, hogyha tudom azt, hogy le tudom győzni az ellenfelet. Hát abban semmi élvezet nincsen, úgy jó harcolni. Én örülök a Fidesz kétharmadának. Kicsit borúsabban látom a helyzetet, mint Attila, mert Attila ugye még emlegett, hogy Orbán Viktor nem teheti meg, hogy nem teheti meg avasz, de megteheti, minden megtehet. Akivel Brüsszel felmossák, fényezik vele a padlót, ugye, diktatúrát épít a Magyarországon, az bármit megtehet, aki az IMF delegációt elküldi a francba, az bármit megtehet. Attila a Magyar Köztársaságot emlegetett, szerintem inkább Magyar Kft-t kéne emlegetni, mert köztársaság már nincs. Hivatalosan nem lesz majd január 1-től sem, majd lesz Magyar Kft, vagy nem tudom, Simicska Kft, vagy kinek hogyan tetszik, ZRT. Most viszont úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy le tudjuk váltani majd valamikor ezt a kormányt, az nem kilőni kell a miniszterelnököt, hanem tanulni kell európai politikusoktól, amit a mi vezetőink nem tudnak. A mi vezetőinket azt a szocialista párt vezetésére gondolom, ugyanis jelen pillanatban véleményem szerint nincs alkalmas személye vagy a szocialista pártban, aki hitelesen képviselhetni a szocialista elveket. A jelenlegi helyzetre, illetve az aktuál politikára visszatérve azt mondják a közvélemény kutatók, hogy csökken a Fidesz népszerűsége, és már hogy 1 millió szavazót elveszítettek. Erre azt mondom mindenkinek, most nektek is, hogy ez ne tévessze meg senkit. Orbán Viktor az elmúlt 3 választásból 2 a közvélemény kutatások szerint megnyert, a valóságban pedig elveszített, úgyhogy a közvélemény kutatók adataira senki ne adjon, ha rám hallgat. Majd a választások, ha lesznek még választások, majd eldöntik. De majd a határon tűnök úgyis eldöntik a sorsunkat, hogy ki fog kormányozni még 1-2 évtizedig. Ami viszont meglepő az, hogy ha még hiszünk is a közvélemény kutatásoknak, akkor a Fidesz csökken, az MSZP ugyanott van, ahol volt, a Jobbik pedig jön felfele. Nos, hát ez a probléma. Úgyhogy ünnepélyesen bejelentem, jó, hogy itt van kamera is, majd elküldjük a Kuruc.info-nak a felvételt és a jobbos portáloknak. Ez a könyv nem valaminek a vége. Ez a könyv nem azért született meg, mert véget ért egy per, és azt én megírtam. Számomra ez a könyv valaminek a kezdete, mégpedig a baloldali küzdelemnek a kezdete, és mi Attilával nem adjuk fel. Következő megmozdulásunk az lesz, Attila már múlt héten kezdeményezte a Jobbik feloszlatását, de az összes, a létező összes szélsőjobboldali szervezet és egyesület, belépve a Jobbikot és mint pártot, feloszlatását kezdeményezni fogjuk a 47-es párizsi békeszerződésre hivatkozóan. Amennyiben nem fogják feloszlatni ezeket a szervezeteket, az a magyar állam nemzetközi törvényt fog megsérteni, ugyanis ez a törvény mindig hatályban van. Azt, hogy ez a törvény miről szól, benne van a könyvben, ez a törvény cikkelett a könyvnek is a mottója. És hogy egy kicsit pozitívum zárjam a mondani valómat, mindenhol azt propagálom, hogy a létező összes baloldali pártnak és demokratikus egyesületnek, aki a baloldalra apostrofálja magát, illetve a baloldali periférián helyezkedik el, annak össze kéne fogni. Győrben volt egy időközi választás múlt hétvégén, 60%-ot kapott egy független jelölt, aki támogatott minden párt, a Fideszes jelölt 30%-ot kapott. Tehát én azt mondom, hogy ha, már persze ez ábrán, de ugye a Magyar Szocialista Párt azt mondja, hogy fogjunk össze, aki támogatni akar meg összefogni, álljon be mögé. Hát az nem összefogás, az a szekértolásnak hívják.
Én úgy gondolom, és én Attilának mindig is mondom, bár nem vagyok politikai tanácsadó, hogy senki szekértolyó tolója ne legyen, ne álljon be a sorba, egymás mellé kell lenni. Félelmény szerint ez a kormány, ez a törvények betartásával csak is úgy várható le, hogyha olasz, spanyol mintára egy baloldali koalíció létrejön a választások idejére. Magyar Szocialista Párt, Zöldoldal, Munkáspárt 2006, meg ilyen koalíció, meg olyan koalíció, és ők állítanának mindenhol jelöltet, és aki baloldali embernek érzi magát, az csak arra az egy jelöltet tud majd szavazni. Aztán majd, ha bekerül ez a koalíció a parlamentbe, akkor lehet pártoskodni, meg megcsinálni a kis frakciókat, aztán majd eldöntjük, hogy lehet-e kormányozni, vagy nem. De a lényeg az, hogy ezt a dilettáns demagóg kerti törpét, ezt a felcsúti bunkó gyereket, ezt tudom el kell mozdítani, ahol van, mert többet árt, mint használ. A könyvemutatók úgy szoktak lezarlani, hogy én itt elmondom a kis monológomat, meg Attila is, meg a másik Attila barátunk is, és akkor így kérdezfelelnek van, tehát beszélgetünk a résztvevőkkel, ezt nem szeretném megtörni ezt a hagyományt, úgyhogy be is fejezem, viszont nekem is lenne majd egy kérdésem, hogyha Attila barátom befejezte a beszédet, akkor valaki legyen egy kedves és világosítson fel engem. Még ezt sem kérdeztem meg sehol, tehát nincsen előre megírt forgatókönyv, hogy hol miről fogok beszélni. Már nagyon sokat szóval belefutottam abba a kérdésbe, hogy honnan volt ilyen bátorságban ezt a könyvet megírni. Én majd arra szeretnék válaszolni, hogy miért kell ehhez bátorság, de ezt tök jól kérdezem. Hát én úgy érzem, hogy egy demokratikus országban élek, bármennyire is diktatúra van kiépülve. Én írónak apostrofálom magam, mindentől fogva szerintem bármit leírhatok. Azok után, hogy mondjuk a jobboldali publicisták szerint 5 napja kaptam meg azt, hogy egy gennyel zacskóként kéne felolgatni egy lámpavasra. De ettől függetlenül nem értem azt, hogy miért kell bátorság megírni egy ilyen könyvet, úgyhogy majd valaki ezt mondja meg nekem, nem most majd, amikor beszélgetünk, mert ezt még Attilától sem kérdeztem meg. Tehát én nem féltem a könyv megírása alatt, előtt, után se, sőt, most inkább még bátrabb vagyok, és még nagyobb a szám. Nem értem, mitől kéne félnem. Tehát amikor ez a képtelenség megjelent a kiradóban, hogy én merényletre készülök Orbán Viktor ellen, és a nevem meg a fényképen is ott szerepelt napokig, meg a jobboldali sajtóban, még akkor se féltem. Hát itt, nem baj, legalább most már tudják, hogy én is vagyok, és már kinyitom a pofámat, mint a Bayer. Ha a Bayer Bunkó Zsolti azt írhatja, hogy minket miért nem ásnak be az Orgovári erdővel, fél munkát végeztek az ottaniak, meg Gyurcsányt a Dunával, többit meg utána, akkor én miért írhatnám le bármit. Hogyha Kövér László ellen nem indult eljárás akkor, amikor neki kötelet kínált, a Spitmári ellen nem indult eljárás, amikor azt mondta a Kende Péter barátomnak, aki a könyvben megszólal, hogy le kell lőni, mint egy veszett kutyát, felszólító módban, akkor én nem értem, hogy mitől kéne félnem, és akkor ki is írtam én a Facebookra, hogy nincsen forradalom és szabadság harcáldozatok nélkül, hát valakinek ezt is be kell vállalni. Hát nem tudom, leszek áldozat, ha leszek, akkor legalább a munkásságon maradandó lesz. Ha nem leszek, akkor meg nem leszek. Akkor is, akkor majd más ilyen így van. A egy mondat még a könyvhez visszatérve, a könyv meg fog jelenni, remélhetőleg még idén össze Moldáviában. Ott ugye a Moldáv Kommunista Pártnak 40%-os támogatottsága van a társadalmi rétegben. Igény van rá nagyon, nem kicsit, hanem nagyon. Valamint Oroszországban is tárgyalunk, illetve az uniós országokban is tervezzük az angol és a francia nyelvű megjelentetését is. Ebben a tárgyalásokat Rasatti Attila, az ő baloldal elnöke, az Európai Baloldali Párt végrehajtó bizottságának tagja fogja remélhetőleg levezényelni, mintha most közöltem el, nem én nem kértem fel rá, hogy ezessel a tárgyalásokat, de most akkor ezennel a nyilvánosság előtt megkérem. És köszönöm a figyelmet, hogyha befejeztem a monológot, akkor pedig várjuk majd a kérdéseket.